Dr. György Endre 1976. szeptember 26-án kezdte meg praktizálását Várvölgyön és Válluson. 45 éven keresztül volt a települések házi orvosa. 40 éves szolgálati ideje alkalmából alapította meg a falu a díszpolgári címet, melyet így ő kapott meg elsőként. Kiváló házi orvos volt, a falubeliek családtagként kezelték, a legtöbb családnál nagyszülőktől a gyerekig mindenkit ismert, mindenkinek a problémáját ismerte fejből, mindenki barátként fordulhatott hozzá. A legkülönfélebb időpontokban is bármikor lehetett hívni, és egyből ment házhoz, a betegekhez. Válluson a templomnál gyülekeztek a családtagok, barátok, hogy elinduljanak az első doki emléktúrára. Vállus és Várvölgy polgármestere méltatta György Endrét és a kezdeményezést. Kis László Esperes is visszaemlékezett a házi orvosra, és mondta el útravaló gondolatait. Dr. György Endre 2021. márciusában hunyt el. Jó barátja, Iglódi Endre megígérte neki, hogy halála után tenisztornát és emléktúrát szervez a tiszteletére. 42 éven keresztül abban a kivételezett helyzetben voltam, hogy az egyik legjobb barátomnak valhattam. Mérhetetlenül közel álltunk egymáshoz. 45 évig orvosolt itt, és egy fantasztikus futballista volt, játszott a Szegedben, Keszthelyen, Hévízen, kifogyhatatlan volt a vidámságokból, imádta a Balatont, egyszerűen a vízszerelmese volt, vitorlázott, teniszezett, sportolt, egy rendkívül jó, kedvű ember volt, szerethető, és olyan, aki borzasztóan féltette és szerette a várvölgyi válusi betegeit. Amint egy 25-30 fős társaság a templomtól indult el, a műút mentén haladtak Várvölgy irányába. Dr. György Endre Nagykőrösön érettségizett, Szegeden végezte el az egyetemet. Szakmai pályafutását Ajkán kezdte, edzőjét követve került a keszthelyi haladáshoz, és lett háziorvos Várvölgyön és Váluson. A túrán részt vett György Endre fia is. Sokat jelent ez nekem, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, de kivált kép az Iglódi ügyvéd úrnak, hogy ennyire szívén viseli édesapámnak a halálát, és hogy ennyire emlékezetbe tartja az ő dolgait. A túra első állomása a Várvölgyi Orvosi Rendelő volt. Virágot, mécsest helyeztek el a résztvevők az épületnél. Az önkormányzat és a néhai házi orvos barátai mellszobrot fognak állítani György Endrének, amit a rendelő épülete elé fognak helyezni. A túrázók még felkeresték György Endre egykori házát is.